De hogyha te, ha annak idején, a 90-es években üzemeltettél egy diszkót, akkor óhatatlanul az alvilággal kapcsolatba kellett kerülnöd. Vagy lepaktálni velük, vagy ellenmondani neki. Ez nem így volt? Nagyobb bajom volt a rendőrséggel. Kutyákkal is volt, hogy az jársz. 90-es években. De alvilág is volt, de hát figyelj, csináltunk az első vagyonvédelmi Kft., a Phantom nevezetű Kft., az annak a tagja voltam, és rengeteg sportoló volt benne, boxolók, birkok, gyúrósok, karatésok. És hát nagyon sokan meghaltak már azóta. Voltak, akik lelőttek, félrobbantottak, a Serez Zolit például. Miért ő veletek volt? Hát egy gyerekkori barátom volt egyébként, persze. De Serez Zoliról azt mondták, hogy ő volt az alvilág vezére, ez nem igaz? Mindent mondtak, figyeld, még egy keresztbüntetése sem volt, egy gyorshajtás semmi. Egy nagy vagány srác volt, jó gyerek, nagyon... De miből élt? Az miből élt ő? Hát ő portázott is például a régi Margitit diszkóban, meg több helyen. És ő volt az, akit a Bentley-ben megöltek? Igen, így van, Kisoroszliba. Na és őt jól lelőtték. Ismerte? Lelőtték, nagyon jól ismertem, igen. Tehát az alvilággal nem volt problémád? Mégis egy évig bolyáló mellénybe jártam. Elkezdtek a robbangatások, meg a lövöldözések, és ott, hogy hozzánk is bejöttek gépfegyverrel, az öcsémnek a fejére tettek, meg a Pémlac is nem dolgozott. Hát az rá 3 hétre meg is ölték az embert. De magyarok bementek gépfegyverrel egy diszkóba? Igen. És rád fogták? Nem rám, én nem voltam ott. Megvárták, míg eljövök, és akkor az öcsém volt a portán, meg a Pémlac is, és akkor ott, igen. Ja, volt ilyen is, igen. És akkor volt, hogy megrendeltem Amerikába haveromból egy ilyen, úgy nézett ki, mint egy ilyen mellé, akkor még nagyon modern volt az a golyáló, és akkor egy évig abban jártam körülbelül, majdnem egy évig. És testőre nem jártál soha? Nem azért járt, csak azért, hogy ott volt a gyereke, mind, hogy ne legyen bármi, ki tudja, hogy mit. Annyira vad volt az időszak, mindenhol robbantgattak, meg lövöldöztek át. Akkor kezdett átalakulni, ugye a rendszerváltozáskor volt ez. Jöttek be az arabok, a törökök, az albánok. Hát... Hány évig ment? 5 vagy 6 évig. Aztán utána bezárták, mert hogy valami 1000 üvegből találtak egyen, ami nem volt zárt cédula, akkor... De akkor a tiéd volt még? Igen, hogyne. De hát aztán kiderült, hogy az én társam hívta ránk a rendőrséget, direkt ő csinálta, hogy ne vegyem észre, ne jöjjük rá arra, hogy ő 2-ös könyvelést csinált, és hogy rakáspénz lenyúlt, érted? Úgyhogy ez elúszott az is. De voltak ilyen sikeres, meg sikertlen dolgok is.